Nagyon sokak diétája ezen a kérdésen bukik meg. Fogyni vágyók esetén nem mutat kevesebbet sem a mérleg, sem a centi, és azoknak sem változik a testtömegük, akik egy kicsit hízni szeretnének. Vannak, akik váltig állítják, hogy csak a kalóriabevitel számít, és addig, amíg belefér a keretbe, addig bármennyit tehetsz. Mások egyáltalán nem törődnek a kalóriával, csak a fehérje, szénhidrát és zsír mennyiségét számolják. Az igazság az, hogy célunk eléréséhez, legyen az tömegnövelés vagy szálkásítás, mindkettőt figyelembe kell vennünk, ám ez korán sem olyan bonyolult, mint azt sokan gondolják. Pár percre is meglátod, milyen egyszerű is a válasz, mégis ez az, ami eldöntő, sikerre jársz vagy sem. Ebben a rövid videóban most megnézzük, hogy milyen jelentősége van a táplálkozásunk során a kalóriáknak, illetve a makrotápanyagoknak. Először is, mi az a kalória? A kalória az az energia mennyiség, egy mértékegysége, és definíció szerint egy kalória 1 g víznek a hőmérsékletét 1 Celsius fokkal emeli meg. Ezt más néven kis kalóriának is szoktuk nevezni. A hétköznapi értelemben elterjedt kalória megnevezése pontatlan, ugyanis ez alatt mi a kilokalóriát értjük, ami a kalóriának az ezerszerese. Más néven ezt nagy kalóriaként szokás nevezni, és a kalória szükségletünk, illetve a táplálékkal bevitt energiamennyiséget ezzel a kilokalória értékkel jellemezzük. Továbbiakban maradjunk csak a kalóriánál, de ezt érdemes tudni. Egy kilokalória már egy kilogramm víznek a hőmérsékletét emeli meg egy Celsius fokkal, ezért terjedt el ez a mértékegység, mert ez már sokkal nagyobb, mint egy kalória. Mondjuk elég furán hangzana a 2500 kalóriát 2,5 millió kalóriának mondani. A makrotápanyagok pedig azok, amik biztosítják a szervezetünknek az energiát, erre nagy mennyiségben van szükségünk, ez a fehérje, szénhidrát és a zsír. A célunktól függetlenül azaz, hogy szálkásítani, vagyis fogyni, illetve izomtömeget növelni, hízni szeretnénk, az egész alapja az a kalóriabevitel, illetve a szervezetünk által felhasznált kalóriamennyiség hányadosa. A szervezetünk a makrotápanyagok lebontása során energiát szabadít fel, amit a saját működésére használ. Több kalóriát ettünk meg, mint ami a szervezetünk működéséhez szükséges, akkor azt el fogja raktározni. Vagy esetleg kevesebbet, mert akkor szervezetünk a saját sejtjének lemontása révén tudja pótolni azt a szükséges energiamennyiséget, ami még hiányzik számára. És itt lépnek be a körbe a makrotápanyagok, ugyanis ezeknek az arányával és az edzéssel tudjuk befolyásolni azt, hogy mit raktározzon a szervezetünk, illetve mit bontson le. Hiába fogsz bevinni megfelelő mennyiségű kalóriát, hogyha az étrendedben nem megfelelő arányban oszlik el a fehérje, szénhidrát és zsír, akkor nem azt fogod elérni, amit szeretnél. Ilyen egyszerű válasz, hogyha érdekes volt és tanultál belőle, akkor hagyj egy lájkot nekem itt a videó alatt, és iratkozz fel a csatornámra, hogy a továbbiakban még több kérdésre kapass választ. Sziasztok!